Újabb adományozási akciót szervezett Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és a Fidesz frakció tagjai. A 200 adag vitamincsomagot most a Tolna megyei Balassa János kórház dolgozóinak ajánlották fel a koronavírus járvány ideje alatti mindennapos helytállásukért. Jó dolognak, rendkívüli dolognak tartom. Azt gondolom, hogy ez egy, amellett, hogy a vitamin a dolgozóink egészségét szolgálja majd, amellett az, hogy gondolnak ránk, hogy figyelnek ránk, hogy az egészségére figyelnek annak a dolgozónak, aki a járványhelyzetben helytáll, ez egy nagyon szívet melengető kezdeményezés. A járvány első hullámának kezdetekor egy külön számlát hoztak létre azzal a céllal, hogy a beérkező összegeket a város elleni védekezésre fordítsák. Részint ebből vásárolták meg az ajándékvitamin csomagokat. A Fidesz frakció tagjai fejenként készpénzt fizettek be az adott számlára, és ezen a számlán parkolt ez a pénz idáig, ezt tavasszal fizettük még be, és az előző átadáskor az idős otthon betegeinek és dolgozóinak adtuk a vitamint. C-komplex vitamint és egyéb immunerősítőszer tartalmaztak a csomagok. A polgármester elmondta, fontosnak tartja azt, hogy a veszélyeztetett korosztályon kívül a frontvonalban dolgozókat is támogassák, és ezzel a csekély adománnyal megpróbálják csökkenteni a megfertőződés esélyét. Én azt gondolom, hogy ez karácsony előtt egy nagyon méltó ajándéka lehetett a kórházi dolgozóknak. Szeretnénk ezzel megköszönni a munkájukat, szeretnénk azt kifejezni, hogy odafigyelünk erre, és szeretném megköszönni a Fidesz frakció tagjainak, és mindenkinek, aki tevőlegesen is hozzájárult ahhoz, hogy segítsük a rászorulókat, vagy éppen a veszélyeztetett korosztályt. Ugyanis nem ez az első ilyen akciója a városvezetőnek és a Fidesz frakciónak. Néhány héttel ezelőtt 260 darab hasonló összeállítású csomagot adományoztak a szekszárdi idős otthonoknak.